start. Másodjára már jól el tudott jönni az Ördöglány Handicap mezőnye, mondjuk az alaptávos, illetőleg a 20 méter előnyt biztosító lovaknak azért jobban sikerült a startja, mint a Aslak Princessnek, illetőleg Juliánának. Belekapcsol, rákapcsol a vezető kettősünk, Ördög Hegedűse, illetőleg Winnerboy. Winnerboy tudja tartani a falat, harmadik pozícióba érkezik Szilvás. A 20 méter hátránya az még egyértelműen megvan, majd pedig Winifera M, de hát jönnek a hátsó lovak, Aslak Princess, illetőleg Juliana is szépen lassan csatlakozást kapnak majd a vezető kettőshöz. Az élen Winnerboy, Winnerboy mögött pedig Ördög Hegedűse látszik, aztán istálótársa Szilvás, kívülről pedig gyakorlatilag egy szempillanás alatt megindulni látszik Juliana, illetőleg Aslak Princess az ő hátán, Winifera M pedig visszaesik az utolsó pozícióba. Egészen jó tempót látszik diktálni Winnerboy. Winnerboy mögött gyakorlatilag egy tömbben az egész mezőny, és addig jön föl folyamatosan Juliana ifjú Döme Imrével, hogy vélehetően a kanyarba akár oda is fog érni a vezető ló mellé. Bent a falon Ördög Hegedűse mellett pedig ott van Aslak Princess, neki is nagyon jó a helyzete. Szilvás, Winifera M pedig zárja a mezőnyt akkor, amikor a második kanyarba jár a csapat. Változás nem történik. Egyelőre nem dobják versenybe lovaikat hajtóik, legalábbis akik támadni szeretnének, engedik gyakorlatilag Winnerboyt vezetni. Winnerboy húzza a csapatot, mellette pedig ott van Juliana, aki egyébként nagyon hamar relatíve ledolgozta ezt a 40 méteres hátrányát. Harmadik pozícióban Ördög Hegedűs, és hát Aslak Princessről sem került le még a fülvédő, úgyhogy ő is kaphat egy új impulzust. Ugyanakkor ez igaz a vezető lóra is, Winnerboyra. Közelítenek az utolsó kanyarra, Winnerboy vezet, Winnerboy mellett pedig ott van Juliana félig, illetőleg a háttérből most ritmust váltott Aslak Princess, megindul harmadik spurban, és meg fogja támadni a vezető Winnerboyt, az ő hátán pedig ott van Szilvás, megy visszafele Juliana, ez teljesen egyértelmű, most már csak az utolsó előtti pozíció az övé, ráfordulnak a befutó egyenese, Winnerboy mellett elmehet Aslak Princess, akinek a hátán pedig ott van Szilvás, Ördög Hegedűse is talán megindíthat majd egy rohamot a dobogó valamelyik fokáért, miközben Aslak Princess vezet, jön azonban rá Szilvás, második pozícióban még Winnerboy, vezet Aslak Princess húzza a csapatot, Aslak Princess végül haza tudott érni, mögötte érkezett Szilvás, harmadik helyre pedig Winnerboy fut be.